a Szekszádi Jazz Quartet jelen megváltozott felállásában még soha nem adott karácsonyi koncertet. A nagy elődök a Hulin István vezette formáció számára nem volt furcsa, hogy az év végén muzsikáljon a nagy érdeműnek, és ahogy a zenei kontinuitás fennmaradt, a hagyományok tovább éltetésének is megvan a hely a Szekszádi Jazz Quartet életében. Egyrészt csupa olyan szám fog elhangozni részünkről, a Jazz Quartet részéről, ami karácsonyi kapcsolatos. Egyik része az, hát hogy is hívják ezeket, ilyen magyar karácsonyi dalok, talán ismeretlen szerzők karácsonyi dalai, azok a hagyományos karácsonyi dalok fognak elhangozni, természetesen jazzes változatban, de azért a hangulatát megpróbáltuk megtartani, tehát egy visszafogott, csendesebb, karácsonyi várakozás időszakhoz alkalmazkodó stílusban fogjuk játszani a számokat. A másik része az standard, tehát ilyen világhírű, de karácsonyi zene természetesen, ugyanígy jazzes átiratban. A műsor alapjait még a Covid ideje alatt tette le a zenekar, és később érett színpadképes produkcióvá. Sokat próbáltunk, volt mikor nehéz volt összehozni a próbát, de próbáljuk a repertoárt újítani, hogy új dolgokat hozzunk minden egyes koncertre. Ez egy elég nagy feladat, mert elég nehezek ezek a dolgok. Nem tudtunk próbálni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és akkor mégis csináljunk valamit, és akkor csináltunk olyan videókat, amikben mindenki otthon saját magának fölvette a saját szólamát, hogy egy metronomra. Ez nagyon nehéz. És kicsit kiöli az élő zene varázsát egyébként, de egész jó lett. Egyébként is a koromnál fogva ugye nem mehettem igazából sehova sem, és akkor az Ákosék kitalálták, hogy ők összejönnek, és elkezdtek játszani, elkezdtek csinálni ilyen karácsonyi hangulatú muzsikákat, amelyeket aztán föltettünk a YouTube-ra is, mert nagyon klasszul sikerültek, és aztán miután már tudtunk közösen is zenélni, akkor megcsináltuk teljes zenei, tehát dobkísérettel is, és úgy tűnt, hogy ez nagyon jól működik, és úgy gondoltuk, hogy hát ezt közönség előtt mindenképp elő kéne adni, sőt még az is terben van véve, hogy talán még érdemes lenne valami hanghordozóra is fölteni, hát nem CD-nek hívják, de valamit meg kéne örökíteni, mert én szerintem és a zenekar szerint is ezek nagyon jó hangzanak. Én bízom benne, hogy a közönség ma élvezni fogja, és hasonló véleménye lesz erről.